Jó reggelt mindenkinek! Reggelt, szevasztok! Tengelyengénti mély tisztelet minden megjelentnek, vagyis a legtöbbnek. Szevasztok, srácok! Boldog szerdát! A Boldoghat. fura ez a hét. A fura ez a hét. Ma megint. Hát, nem egy rövid hét. Igen, tudom, de jövő héten már. Minden Vizetén. olyan lesz. Minden olyan lesz. Jó, lehet, hogy nem. Igen. Lehet, hogy nem. Én még váratlan programokat szervezhetek, Jani. Egyiként, komolyan. Igen. Mert mostanában olyan dolgok történnek velem, komolyan mondom, hatalmas sztorik vannak. Megígértem, hogy nem mesélem el a reggeli műsorban ezt a történetet, mert ez gyakorlatilag még egy nyugdíjas kora is unalmas. Igen. Tegnap hazamentem, és a feleségemnek elmondtam, hogy, hogy hogy jártam ma. Ugye az ember nem realizálja, hogy amikor sztorizik, akkor lehet, hogy nagyon béna. Uh -huh. Tudod? Mondom neki, hogy átmentem a boltba vízért, és uh, vettem ilyen uh, fém szivacsot. Tudod, milyen az? Igen, ez tanem. a trócivac. Az egyik serpenyőnk azt kimenja, uh -huh. a teste. És uh, azt egész nap magamnak, hogy ne hagyjam itt. És itt hagytam? Igen. Nem, nyilvánvalóan ez most nem nektek szól, csak mondta, hogy el nem mondjam, úgyhogy elmondtam. Tudjátok, ő így nézett rám, és mondta, hogy hát ez. Ez nagyon izgalmas, ez a történet. Én azért mondtam csak el neki, hogy, hogy miért nem estem Igen, tegnap este neki a serpenyőnek de így önmagában elég hülye hangzatna. Ez még az Elvis szendvicsnek a maradványa, úgy érzem. Ah, már, nem amúgy nem annak. Azt nem olyan serpenyőbe csinálom. Ja, jó. Ez az van, hogy tudjátok, vannak emberek, akik hisznek a teflon serpenyőben. Igen. Öm, a tapadásokán. De valaki meg meghalt tőle. Igen, így van. De nem az, szabad. De azok szerintem olyan állapotú teflon serpenyőben főznek, akik meghalnak tőle, amilyet te még nem láttál. De tényleg? De mindegy. Tehát vannak, akik hisznek abban. Vannak, akik az ilyen kerámia cuccokban hisznek, tudod, meg a mindenféle ilyen vegyített cuccban, az is teljesen jó. És vannak, ugye, akik hisznek az acél serpenyőben, ami nincsen semmilyen Na tapadásmentes ez. bevonat. Igen. Biztos tudjátok, hogy vannak olyan edények, amik olyanok, hogy így ránéztek, és a szemetek beleragad mert hogy sima fém. Oké, okay, tudom, hogy van, aki a, a, rendes öntött vasba hisz, stb. Ez acél az Öntött vas. Az is nagyon jó egyébként. Perfekt. De azt biztosan tudjátok, hogy kell ezekkel, van ezekkel teendő, nem tudom, hogy hányan foglalkoztatok ezzel. Nagyon fontos megjegyezni, aki nincs benne ebbe a témába. Ezek nem drága serpenyők. itt nem arról van szó, hogy ez 75 ezer forintba kerül, és azért nem hallottál még róla, mert hát ki a faszon vesz olyat, hanem nem. Annyiba kerül, mint egyébként egy teflon serpenyő. Csak annyi, hogy ez öntött vas. Vagy acél. És ugye ezeket úgy, úgymond be kell avatni. Erre különböző módszerek vannak, attól függően, hogy milyen tűzhelyed van otthon, az a lényeg, hogy ezen tud képződni egy ilyen csúszásmentes, nem, tapadásmentes réteg, és akkor ezzel foglalkozni kell, és ezzel a serpenyővel, ami otthon van nálunk, történt némi baleset, ennyi. Ö, nem időillő dolgok után ö, sikerült beleragasztani dolgokat, és ha hiszitek, ha nem, Attól függetlenül, hogy ez az egész beavatási szertartás, amit el kell végezni az ilyen serpenyőkön, hogy ne tapadjanak. Elrontható, de lehet reszetelni ezeket a serpenyőket. Egyébként csak kicsit nehéz. Igen. igen. De lehet. Lehet Lehet reszetelni. Szóval sem. Ennyi. Nekem az volt a problémám, hogy indukciós tűzhelyen ezeket nem lehet százszázalékosan Hát azt nem. Megtolni, úgyhogy vagy a gáztűzhelyen lehet vagy a sütőben. Igen. Úgyhogy most. Vagy a... Nyílt lángom. Egyébként igen. Egyébként igen. Uh, annyi a lényeg, hogy ezt most így reszetelni fogom, uh -huh. uh, ezt is ugyanúgy a nyugdíjas sztori miatt mondtam el. Ennyi. De, csak Amúgy on... erről beszéltünk a múltkor, erre mondtam, erre hoztam fel a múltkor az avokádóolajat. Igen. Az... Ami azért nagyon jó, mert azt akkor nem mondtam el, mert nagyon magas hőfokon kezd el nagyon füstölni. Igen. Ez jó. ez jó dolog, igen, de alapvetően csak a füstölési pont ö, fölé 25 fokkal kell emelni egyébként a hőmérsékletet, hogy ez a réteg létre jöjjön, mm -hmm. és van, akinek a sütője nem tud annyit. Hát igen, ez, ez a gond. Ö, ez van, de egyébként igen, az nagyon jó. Na, mondtam én srácok, hogy meg tudom pörgetni ezt a témát, amúgy én elég turbán? Ugye miért izgalmas? Jó így. Egyébként hihetetlen. És akkor az a terv, hogy akkor a fém dörzsivel most végigmész rajta, és akkor nem. utána új réteget csinálsz rá? Igen, de már, 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 már 99%-osan tiszta, ja, csak van még rajta egy kis cucc. Egyébként, ha valaki kíváncsi, láttam, hogy az ég egyet a világon, senki nem kérdezte, de egyébként uh, savas közeggel lehet leszedni a csú, a, a tapadásmentes réteget róla. Uh -huh. Te leöntöd Egy fél órára. És az leszedi róla, és olyan lesz, mint amikor vetted. Na. Csak van rajta még néhány ilyen kis volt, aminek nem tetszik, úgyhogy neki csak... Na, ennyi. A cucca. Hihetetlen izgalmas, nem? Nem tudom miért. Vagy de tudom miért, mert gyakér vagyok, de olyan szinten le tudnak nyűgözni ezek a cuccok, hogy eszméletlen. Pedig, mit tudom én, 95%-ban nem én használom ezt a serpenyőt, uh -huh. de valahogy mégis, mégis tudod, amikor így, így, így van, amivel van feladat. Nem tudom, nektek így van Ilyesmi. Hogy tudod, amikor van feladat, és akkor úgy akarod látni az eredményét, és amikor először használjuk, akkor így nézd, hogy azt ah, a rohadt, nem tudom, na! Kurva élet, neki baszott jó! És így nem tudom miért. Pedig a ezek vére egyszerű dolgok. De, de hát ez hogy Van némi exotikum. Igen, igen. Nem Sosan nekünk is, mondjuk, nekem mondjuk kifejezetten Neked, ez az a bok élmény. volt, nem? A vok, igen, A vokot, amikor be kellett avatni, hát az nagy élmény volt. Ugye? Az itt próbáltuk először a gázon, aztán rájöttünk, hogy ez, ez csöves és akkor utána, amikor egyszer a szüleimnél csináltunk valami szalonnasítést, vagy grilledést, ja, akkor a, a tűzön bazzik, hát, úgy megkentem, na ott lehet. Hát, igen. hát a tűzön meg lehet jól csinálni. Így van, így van. Hát. Így van. Figyelj, nem é. tudom, de az azért jobb egy fokkal, mert a sütő amúgy, amúgy az boss, mm -hmm. csak nagyon füstöl. Hát ez a sütőnkbe. Ja, igen, bazdnak meg az olyan <laughs> nagy. Ja, igen, ez, így. ez a baj. True. 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 Mi a véleményetek a Samsungos felháborodásról? No, olyan. Mi, a, mi van a Samsung? Hajatok, 14 ezer ömlik baz meg az RSS figyja számba reggel a budin, nem, de el nem, nem Valaki felháborodott a Samsungra, a Samsung háborodott fel, mások háborodtak fel a Samsungra, a Samsung csinált valamit, amin felháborodott Mondjátok, a közönség. írjátok, osszátok meg velünk. A közönség csinált valamit Samsung cuccokkal, amin a Samsung háborodott fel. Mi történt? Felháborodtak a vokra. Lehet. Nem égették ki rendesen, az volt a baj. Szóval várjátok, itt tredzen van valami, tehát ez eleve, ez eleve valami nem jó. Szóval, vagy ez most amiatt lenne, hogy, hogy tegnap volt, mondjuk, nem semmi köze nincs hozzá, Mi volt tegnap? Mert tegnap volt most, láttam, hogy van egy új pletyka, hogy az EU megint tovább szabályozza az Apple-t. Igen. És meg... Most már csak epp lesz? Nem, nem, hanem, hanem az, az, a terv, hogy a fotózappot is le lehessen törölni. Ezt olvastam, igen. Tehát, hogy az lesz, hogy az a bajuk most jelenleg az EU-nak, az hogy európai... De lehet? Mi van ehhez az eu európai... Ne háborodj fel, Jani. Ne háborodj fel! Ki Huxit! Ezt akartam mondani, Jani, hogy túlságosan... Ö messze menő következtetéseket vonsz le, és ebből az emberek is túlságosan messze menő következtetéseket fognak levonni. De, Jó, de, igen. mondjuk el az infót, mert ez önmagában is szerintem érdekes. Tehát, hogy az, tehát az most jelenleg az Európai Unióban, ez egy gazdasági unió egyébként több ország között, ebben a térségben, ahol mi is tartózkodunk, jelenleg nagyon komoly belső feszültségek vannak. Uh -huh. Egyébként országok között, gazdasági szinten is, és egyébként külpolitikai is, ugyanis háborúk dolnak, stb. Ezek komoly problémák. Ezen problémák között egyébként az egyik, ami felvetette a fejét, ami most egy aktuális Én probléma meg meg. az Európai Önös Parlamentben, az az, hogy az Apple gyártotta okostelefonokon létezik egy applikáció, ami ugye a gyári fényképapplikáció, ami meg lehet tekinteni az ott készült fényképeket, uh -huh. és ez az applikáció, Külső beavatkozás vagy modolás nélkül nem eltávolítható a telefonról, hiszen akkor nem lenne hova mentsen a fényképező, a, a fénygépező, funkció. És ez, ez elfogadhatatlan. Tehát ezt most azonnal meg kell szüntetni. Igen, ez... És tulajdonképpen ezzel kapcsolatban lett ugye benyújtva egy javaslat, amit valószínűleg el is volna fogadni, hiszen a kontroll kell. Öhm. Én arra vagyok kíváncsi, hogy micsoda lehetőségek nyílnak majd meg, amikor ez lehetővé válik. Én egyszerűen nem tudom feldolgozni ezt sehogy. Én úgy gondolom egyébként, hogy az Európai Unióban ö, vannak olyan törvényjavaslatok, amiket az alapvető füstölési pontja fölött 25 fokkal kellene egyébként sütőben beavatni egy olyan egy másfél órára. Mm. És akkor megváltozna ez a vélemény. Mindegy, ennyit tudok elmondani én, én is róla, mert amúgy... Akik, akik, ezt kitalálják, én azoknak a, azoknak a képére lennék kíváncsi. Tehát, hogy, hogy éznek ki? Ennek a kontroll lényege, <laughs> Jani, semmi más, se, semmi más, csak a kontroll. <laughs> ah, semmi más, csak a kontroll, ez van. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a felháborodások, a, bár mondjuk emiatt nem tudom, miért haragszanak a Samsungra, de mindegy, nem ez a lényeg. De nekem is olyan érzésem van, hogy, hogy unatkozik amúgy az EU. Tehát, hogy mintha nem lenne semmi. Ez a kontroll miatt van, ez a kontroll miatt van. Hát gondolom. Le van téve a láb. Ennek nagyon sok oka van, de az első oka a kontroll. Ja. Egyébként legalábbis én így gondolom. Na mindegy. Uh, mindenki érzi, hogy érzi. Szerintem ez nem annyira izgalmas téma, és szerintem nem ez volt a botránynak a lényege, amit amiről... Nem, biztos, hogy nem. Um, biztos nem. Ez csak eszembe jutott. Félnek Igen. tudod a hiszétől. De a következő szerintem az lesz, hogy Android is fusson az, az iPhone-okon simán. Tehát, hogy ne csak egy operáció, miért csak egy operációs rendszer megy rajta? És mennyi, mennyi, mennyi Mennyire fasz hát gondolj az. bele. Mm. Szerintem ez az a következő. Szerintem simán. A, mondjuk az, az alapvetően egyébként egy probléma, hogy ha a Photos tényleg törölhető lesz az iPhone-on, az akkor ott azt... Akkor ott, hát én most tudom, hogy nagyon hülyé, meg egyszerűen ö, hát ez nagyon ö, hangzik, nagyon... de át kell írni az, az oprendszert hát az az alapja, az szinkronizál a az eszköz, meg, meg az eszközökkel. Igen. Tehát a különböző eszközök között minden az ökoszisztéma rész elég nehéz. De mindig ez a kontroll miatt van. Le van tojva, most jelenleg ilyen dolgok vannak napirenden, ez van. Azt olvastad egyébként, az meg, hogy itthon, na ehhez mit szóltak, csak véleményt kérdezek. Azt olvastad, hogy itthon, nem tudom pontosan, hogy ki mert ennyire nem szokott érdekelni ez a dolog, meg le is szarom, csak mint gondolatébresztő, hogy itthon is benyújtottak egy törvényjavaslatot, a, hogy az energiaitalokat ne lehessen árusítani 18 éven alattiaknak? Komolyan, nem hallottam. Aluliaknak? Nem hallottam. Rumát. Mit gondolsz erről? Én támogatom ezt a dolgot. Oké. Okay. Szerinted mi a különbség, és ez nagyon fontos, Igen? mi a különbség egy energiaital, ami tudod, hogy most már nem lehet benne viagra, hanem tudod, most már igazából a, a cukker. Uh -huh. És egy cukros között. Hát ne hülyeskedj, a koffein. De nem mindegyikben van. Meg nem csak a koffein. Nem mindegyikben van. Nem, hát ami hanem... energiaitalban van, magas mennyiségű koffein. Ez a lényeg. Hát elméletileg a, ugye arra nem lehet ráírni, hogy energiaital, amiben nincs cukor. Mert ugye a cukor az, az, energia. Igen, abban nincs cukor, de van benne sok koffein. Van igen, szóval, tudom. Tehát, hogy ez de... akkor energiát, hogyha van benne koffein. Sok, de magasabb mennyiségű koffein. Az a baj, ezt így nem tudom megmondani, mert nem tudok ilyen határozott lenni, mert ezt én, én, nem tudom biztosan, de én úgy tudom, hogy vannak olyan energiaitalok, amiben van cukor, és nincs benne koffein. Hát az üdítő. De nem energiaital. Szerintem az, az, biztos, hogy nem. Aha. Én, én nem tudok róla, hogy lenne. De pont az a lényege az energét, a koffein. Uh -huh. Meg ugye régen a volt, de... A cukormentes hális is Szerintem nem. Azt nem tudom, hogy most már ráírják el. Azt tudom, hogy nem lehetett. Mert Én úgy tudom, hogy nem lehet ráírni. Alapvetően ennek a kettő dolognak a kombója az, ami miatt energiaitalnak hívják, a cukor és a koffein. És az, hogy a koffein bepörgeti a, a, a tehát a vérnyomást, felpörgeti, és ugye gyorsabban szívódik fel a cukor. Mivel hogy ennek így van értelme, és Öm... Igen, tehát úgy van, hogy a, a, ahogy kívánjuk, hogy hell, a H betű alatt ott van energidrink. A képen. És a, a, a cukormentesen nincs rajta. Nincs persze, ott csak ne... az van rajta, hogy hell zero. Igen, ezt mondjam, hogy nem kommunikálja a hell, de mi, mi is így tudjuk. Ezt a hellesektől tudjuk annó, mikor ö, kommunikáltuk velük, hogy arra nem írhatják rá, hogy energiaital a, a cukormentesre. De van koffeinmentes energiaital? Na, akkor van koffeinmentes az... energiaital. De arra sincs ráírva. Na, azért mondom. Arra sem hogy energy az. drink. Szóval akkor a koffeinmentes sem energiaital, és a cukormentes sem energiaital. Tehát akkor, na várj egy kicsit. De a koffeinmentesben van cukor? Persze, lehet benne. Hogy Jó, nem. oké. Akkor, hát olyan, akkor egy... oké, oké, oké. Akkor, akkor igen, akkor, teh 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 akkor, az, akkor az van, hogy koffein és cukor van, úgymond az energiaitalokban. Tehát ami energi energy uh -huh. drink. Uh -huh. Az az energiaital. És hogyha ezt, úgymond 18 év alatt nem lehet venni, én ezt teljesen megértem. Azt kell mondjam. Mert tényleg annyira sok fiatal kezébe látom a mindenféle üdítőket, uh -huh. és nem üdítőket, energétalokat. Szerintem nekik kurvára nincs erre szükségük, ha engem kérdeztek. Igen, ez egy érdekes De kérdés. Így. így is pörögnek a gyerekek, anélkül. Csak simán a cukortól be tudnak pörögni a gyerekek, nem kell hozzá koffein uh -huh. nekik. Igen, igen. Szerintem... Nem, mondom, ez így van, hogy nem lehet ráírni, hogy energiaital, amit cukormentes. Um arra egyáltalán nem. Mm. De akkor ezek szerint a koffeinmentesre se lehet ráírni. Hát meg gondolom az adja, mondom, ez a kombó a lényeg. Valószínűleg. A koffein cukor kombó, az, az a pörgető. Valószínűleg. Én a jól tudom, akkor a taurin már nincs ezekben, ugye? Régen tudom, hogy volt, de már jó ideje nincs. Na, nem? ebben nem vagyok biztos, nem tudom. Nem tudom, én tudom, sem. tudom hogy régen volt, és aztán, mint hogyha volna nagyon, hogy mennyi mennyiség lehet időben, de valami, szerintem valamennyi uh -huh. még lehet. Én nem én tudom. tudom, hogy nem tudom. Nem lehet benne tauró. Én is úgy Egyáltalán... tudom, hogy már nincsen. Aha, akkor már, már nincsen ennek. benne olyan, az már jó régóta nincsen. Viszont mondom, egy érdekes gondolat. Nem hiszem, hogy ezt megszavazzák, mert hát ugye nem fogják valószínűleg megszavazni Aha. ezt a dolgot, de érdekes egy törvényjavaslat minden esetre de mondom, szerintem nem egy, nem egy rossz gondolat. Egyáltalán. Az biztos, hogy a, 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 ahogy olvastam erről, a, a törvényjavaslatnak az a lényege, hogy ö, ténylegesen a, a fogyasztás mértéke ö, miatt gondolkodtak el rajta, hogy lehet, hogy. Szerintem is ez volt. Hogy, hogy Tehát nem, nem feltétlenül az összetevők miatt ö, gondoltak rá, hanem tudod, miatt, hogy, hogy, hogy annyira sokan ö, iszák. Igen, most itt persze felmerült az a kérdés, hogy akkor a 18 éven alattiak ijatnak-e kávét? Nem tudom. Ezek, ezek, jó, kérdések. Fogalmam sincs. Uh -huh. Mert ugye hát azért az egy egészen más kategória. A kávé. A Akár kávé? is nézzük. Hát más. Még jó Tufa jó, jó attól függ, Igen. Hát van benne, ha akarsz, teszel bele cukrot. Attól hogy mennyi cukrot teszel bele, ezt akartam mondani. Más, mert nincs benne, ó, nincs benne szénsav. Ja, de biztos vagyok benne, hogy amiatt merült fel, mert uh, valami felmérésből kijött, hogy tényleg nagyon sok gyerek vesz energiaitalt. Nem tudom, ez... Én, 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 én továbbra is uh, uh, úgy, 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 úgy gondolom, hogy uh, hogy tiltás nem feltétlenül megoldás uh -huh. uh, erre, ahogyan 18 évet nem lehet dohányozni sem, mégis azért dohányoznak 18 Persze. év alatt, uh, meg minden. Uh, megint csak, megint csak ugyanazt ugyanaz tudom papagájkodni, amit szoktam, hogy hogy lehet jobb lenne inkább arra hangsúlyt fektetni, hogy miért nem olyan jó ezeket inni uh -huh. egyébként. Meg hogy, meg hogy elmagyarázni mondjuk egy gyereknek azt, hogy pár fogyasztói társadalomban élünk, de nem lesz se finomabb, se jobb valami attól, hogy nagyon színes a doboza. ezek. De mondom, ezzel kapcsolatban én, én hasonlóan gondolkodom, mint, mint minden más dologgal a kapcsolatban. Persze ha be lesz tiltva, nem tudom, akkor is be fogják szerezni. Nyilvánvalóan, Biztosan. akkor még izgibb lesz lehet, nem tudom, fogalmam sincs, de minden esetre érdekes. Egészen biztos vagyok benne, hogy az energia itt a lobby olyan hatalmas, itthon is egyébként, és szinte teljesen ki van zárva, hogy ennek legyen de valami lesz. foganatja, mm. ennek a javaslatnak, csak van ilyen. Most így eszembe jutott így hirtelen. Nincs még ilyen tényszerűségről a szó, tehát hogy mm -hmm. így nem arra kell. Ö beszélni feltétlenül, hogy, hogy most ez megtörténik, csak egy ilyen érdekes javaslat volt. Ja, ja. Ami viszont nem javaslat, összetevőkben nem vagyok otthon, az az, hogy most ugye nem említettük tegnap, de első legális a Marihuana Németországban. Lehet nyomatni a vídet. És hogy valami ünnepség is volt, vagy valami felvonulás, nem? Hát, ilyenkor szokott egy lenni. Egy közös beszívás volt Berlinben. Ott nem, szerveztek szerintem... ilyet, Na, nem hát nem lehet, le... hogy szerte az országban csináltak ilyet, de egy közös beszívás volt. Ami azért nagyon érdekes, mert amúgy a törvényben az van, hogy például gyerekek előtt nem lehet. Uh -huh. de nem tudom, hogy hogy tartatják be. <laughs> de de mondjuk egy ilyen közös felvonulás, egy közös beszívás alatt lehet, hogy találkozik gyerek ilyennel. Úgyhogy ja, most már hivatalosan lehet füvezni. De csak az, ugye? Csak a marihuana, az az, ami Persze. legális. És megvan, határozod, hogy hány gram lehet egy embernél. 50 gram lehet nálad otthon, uh -huh. és 25 nyilvános helyen. Itt most fel, feltenném a kérdést a fogyasztóknak. 25? 25 nyilvános helyen, 25 gram. És az amit akarsz csinálni? Csak kérdem. Én nem tudom, mennyi mert mennyi 50 elég. otthon, jó. Uh -huh. Érted? Hordár vagy, szeretnéd, ha nem kéne folyton járkálni. 25 gram nyilvános helyen. 25. És meddig tervezel nyilvános helyen tartózkodni? Hát igen, sose lehet tudni. Nem tudom. De most komolyan, mert attól még bírillék is a holdan kötnek ki, meg. Mármint úgy értem, hogy mondjuk 80. Lehet, Szerintem ez lehet, az, lehet, a... Hogy mész a Ez arra vonatkozik, hogy az otthoni 50 grammodat úgy tudod felhalmozni, hogy két 25 grammos pakban vásárolod meg és valószínű. szállítod haza. Valószínű, valószínű. Kereskedni továbbra sem lehet vele, ez nagyon fontos. Uh -huh. Tehát csak személyes uh, felhasználásra lehet. Tehát árulni nem lehet, tehát jó, hát mondjuk úgyis be fog indulni ez a piac is. Egész Igen. Biztot. Itt azt írják, Igen. hogy a célja a legalizálásnak az az, hogy minél többen szavaz... Nem, hanem visszakarják <laughs> szorítani a fekete piacot, illetve védeni szeretnék a fiatalokat és a gyermekeket ettől az egész dologtól. Nyilvánvalóan gondolom ezért van ez a kitétel uh -huh. uh, benne. Hát nyilvánvalóan azért van annak is... Uh, hát egy jelentős része mellett, hogy azt írják, hogy a felmérések szerint kb. 7 millió német ö, füvezik, és hát ezen nem úgy lesz adó, elég komoly. Hogyne, a hogy Külföldi példákból ö, az látszik, hogy, ö, hogy, hogy, ott, hogy ott az úgy... akkor az az ott, ott lesznek, akkor hivatalos Boltokon lehet venni. Gondolom. Akinek gondolom, lesz licencük Gondolom, erre itt ez a cikk konkrétan nem tér ki, de, gondolom, de szerintem igen. Lesz. Szerintem ez így lesz. És biztos, hogy, hogy ettől függetlenül korlátozva meg szabályozva van az, hogy ki árulhat, uh -huh. milyen körülmények között kell növeszteni, stb. Mert ugye Amerikában, ha jól tudom, akkor ez is um, um, lényeges, hogy ugye a minősége is elméletileg emelkedett. Én legalizálásról tudok, láttam hogy kérdés, hogy de, dekriminalizálás vagy legalizálásról van szó, én úgy tudom, hogy legalizálásról van szó. Itt, a itt dekriminalizálás a az, az, az más. Igen. Ha végig gondolod a, a törvényjavaslatot, és nem is a törvényt, amit meghoztak, akkor, akkor, akkor ugyanaz van, mint Hollandiában. Tehát hogy az utcán nagyon nem lehet, Igen, de... mivel hogy nem láthatja más. Igen, vagyis, de, hogy... de ez segítsetek Léci. Tehát. Én, tehát Hollandiában én úgy tudom, hogy a dekriminalizálva van a marihuána fogyasztás, és ott sosem volt legális. Uh -huh. Ami a kettő között gyakorlatban... Most az, hogy vannak helyek, ahol lehet. Gyakorlat, tehát nem legális a, a, a marihuana fogyasztása, uh -huh. de nem büntetnek érte. Tehát nem bűncselekmény. Uh -huh. a, a, dekriminalizálás az az. Tehát én úgy tudom, hogy, hogy, a, hogy az, az, egy a az szigorúbb Jaj, valami, mint a legalizálás. És ez mindig is így volt. Uh -huh. Csak hát, ugye most, mit tudom én, honról legálisnak tűnt, érted? Meg most azt mondom, hogy technikailag ez mit jelent? Jaj, jaj. Amerikában is, is úgy van, hogy nagyon sok államban legális a marihuána fogyasztás, és vannak államok, amelyekben dekriminalizált. Értem. Nem mondjuk ugyanaz a kettő. Ha Jani megy Németországba uh -huh. szipákolni, és megpiszkálja a rendőr, megkérdezi, hogy te mit szívsz itt, meg, vagy megnézi, meg akarja nézni, mennyi van nála, vagy ilyesmi, és kiderül, hogy ő magyar állampolgár, én úgy tudom, hogy rád az itthoni törvények vonatkoznak. Javítsátok, öltöőrök. Németországon belül. Aha. Tehát az, hogy nem kezdenek el baszogatni téged azzal, hogy miért füvezel, mert ugye legális a füvezés, az egy dolog. De ha téged előállítanak ott, és mondjuk te be vagy tépve, akkor én úgy tudom, hogy magyar jogszabály vonatkozik rád. De ez egy dolog, e, hogy úgy úgyse fognak kiszedni onnan ja, 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 20 jaj. üvező ember közül, de ha mégis, vagy mondjuk teszem azt, nem tudom, valami más probléma okán, a rendőr mm -hmm. ugye megnézi, hogy mi a téma, az tele vagy cuccal, meg a személyre, akkor azt fogja mondani, hogy na jó, majd akkor otthon elintézed ezt a ver. De én egy így tudom. Mm -hmm. És ez Hollandiában is így van. Ja, ja, ja. Ja, így akkor, akkor oké, akkor ez, így, akkor ez így helytálló. Így van. Mondom, tény... Hollandiában is így van, hogy a sopóban csak hollandok vehetnek. Így van. De most hát... itt az a lényeg, Jani, hogy ugye a gyakorlat az egészen más, mint a persze, maga az, hogy csak jogilag hogy van leírva. Igen. Tehát most nyilvánvalóan egy buli ahol egy, egy, olyan országban, ahol legális püvet szívni, ott szív, nem fognak téged kiszedni, hogy a magyar fejed vagy, az meg. Tehát ez így nincs, Aha. de ha mégis megtörténik, akkor technikailag erre van szó. Ezt most csak így mondtam, hogy valaki mondjuk már most a vonatjegyet foglalja, hogy amúgy Amúgy erről van szó. De gyerek, tehát hogy ez, hogy ez, elméletileg így működik kint, de szerintem gyakorlati szinten ebből akkor lehet tényleg probléma, hogyha most mit tudom én, valamilyen más ügy okán elkapnak, és kiderül, hogy még ez is van, akkor az úgy nem néz ki jól. Uh -huh. Biztos, hogy elkérhetik egyébként a, a boltban is a személyigazolvány alatt. Biztosan. És, hogy a, és hogyha, és ha elkérik, és ha magyar adsz, akkor nem fognak kiszolgálni, ez biztos. Igen. Ja. Aztán mész a következő sarkon lévő. Dr. Greenbe. Dr. Greenbe, ahol gond nélkül És Ismerve a németeket, körülbelül ilyesmi fantázia nevű voltak hát, lesznek. Hát biztos, lesznek. Dr. Green. Dr. Na, látom. Dr. Green. Igen. És lesz komisszárex. Én, ha, nyit, ha, valaki nyitni akar boltot, és ilyen nevet ad, neki beperelem. Mármint a komisszárex miatt. Nagyon jó. Na mindegy. Um, Úgyhogy ez egy ilyen info, nem tudom, hogy mit lehet ezen gondolkodni már, mint ilyen szinten így pluszban. Ugye volt már szó erről, hogy itt Magyarországon, ha esetleg legalizálva lenne, az az igazság, hogy... Őszintén mondom, engem annyira nem érdekel ez a téma, már mint olyan szempontban, hogy nem fűzi érdekeltség ehhez. Um, tehát én valószínűleg akkor se ö, ö, lennék ilyen fogyasztó, hogyha, hogyha legális ha lehetne, lenne. Nem. Tudom, hogy sok ember van, aki, aki, aki szeretné, meg hasonlók. Az a baj, erről is valószínűleg rosszul gondolkodom, mint a legtöbb dologról egyébként. Szerintem az nem szív, aki nem akar. Ja. Legalábbis ahogy, ma, ahogy látom manapság az embereket, meg a fiatalokat, nem tudom, hogy a legalizálás. Lehet, hogy tudod, többen kipróbálnák. Biztos, hogy de én olyan. nem gondolom. A jelenlegi statisztikák egyébként pont azt mutatják, hogy azokon a helyeken, ahol legalizálva van, a fogyasztók száma olyan nagyon nem nőtt. Uh -huh. Én úgy tudom. Szóval nem tudom, nyilvánvalóan ugye kimenne belőlük a para, vagy én nem tudom, de az a baj, hogy nagyon nehezen tudok hozzá szólni ehhez a témához én, mert mondom, nem érint ez a dolog. hát nem Az biztos, hogy plusz állami bevétel az van belőle, azt tudjuk. A cucc az nem ez a felütött herbásszal, hanem normális tudsz, ez is pozitívum. Hát az ilyen szempontból jó. Nagyjából nagy nagy ezt tudom hogy mondani. Hogy van, hogy mi az, amit tetszik. Nagyjából ezt. Ezt tudom mondani igazából erre. De szerintem biztos vagyok benne, hogy ez egy nagyon fontos ok, hogy mm. nagyon sokan kipróbálnák. Biztos sokan kipróbálnák. És ezt próbálják elkerülni. Igen. Én erre, szóval... én erre azt tudom mondani, hogy mondom még egyszer, engem nem érint ez a dolog. Nem biztos, hogy jó ötletnek ta -ta -ta tartom én például a legalizálást, de Ugyanakkor a, abba a beszélgetésbe is szívesen részt veszek, aki azt mondja, hogy és mivel jobb az alkohol lennél. Semmivel. Semmivel. De amúgy mondjuk... Semmivel. Sőt. Mondjuk az is igaz, hogy hogy, 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 aki nagyon akar, ki akarja próbálni, az kipróbálja. Ezt mondom, hogy, is mondom, hogy, hogy most, kipróbál, tehát most, hogy, is. Lehet, hogy Nincs is értelme. Én, 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 úgy gondolom, hogy ebben az esetben a, a, a törvénykezésnek nem sok visszatartó ereje van. Nem. És itthon is tényleg nagyon sokan élnek vele, hát tudjuk. Én, én azt, az, az azt, azt, az érvelést is értem, hogy, hogy az alkohol miért legális, mikor az, az is legalább olyan rossz, vagy rosszabb, még ebbe is belemennék egyébként. De, de én látom benne ezt, hogy hamarabb hozzáférhetnének az ember. Most például itt vagyok én. Igen? Nekem nincsenek ilyen kapcsolataim. Igen. Tényleg. Igen, igen. Seng fogalmam sincs. Hát én például most, hogyha ki szeretném próbálni, igen. full illegálisan, nem tudom, hogy hogy kezdjek bele, érted? Kimegyek az utcán és nézem, hogy Érted? most érted, mit mondok, de hogyha lenne egy bolt, ahol legálisan lehet venni, akkor, lehet, hogy ha eljutok odáig, hogy na, akkor veszek egyet. Jó, ez jogos. érted? Ez jogos. Ezt a gondolatmenetet úgy lehet folytatni, hogy tudod, hogyha olyan arsz lennél, aki mondjuk ilyen, mondjuk ilyen körökben mozog, akkor, akkor lenne ember. Hogy persze, azért hogy én nem És hogy valószínűleg nem csak sokszor rákattanné miatt. Persze, persze, persze. Csak azért mondom, hogy például biztos, nem csak én vagyok így, hogy nincs ilyen ismerőse az embernek, de hogyha legális lenne, akkor lehet, hogy hát basszus. Én arra lennék csak kíváncsi, hogy mondjuk például öm, hány ember van, aki pusztán miatt öm, nem próbálja ki a marihuanát, hogy a törvény bünteti. Tehát, hogy az az, ami visszatartja. Na, olyan nem sok. Tehát, hogy tudod, oké, hogy fél, mit tudom, úgy neveltek, félsz hogy függő lesz, meg ilyen tudod, igen, igen, amiket igen. mondanak, meg hogy rossz arcok nyomják, meg Úristen, igen. meg bajba kerülök, meg a szivárványt halucinálok, baromságok, tudjátok. Öm, tehát, hogy, tehát, hogy van olyan, akit valóban ez tart vissza? Szerintem nincs. Szerintem nincs. Érdekes, én, én nem tudom. Én Szerinted nem tudom. van? Szerintem nincs. Nem tudom. De nem tudom, én az a baj, hogy tényleg abszolút ötletem nincs. Ötletem nincs. Hát, akkor szerintem, ha van is nagyon kevés százalék mm. az embereknek, aki mm. ettől tart. Én tudod, hogy nekem mi a véleményem erről? A fiatalok, most itt a 18 alattiakra gondolok, mm. vagy a 18 környékiekre, vagy kicsit több, azok elhiszem, hogy paráznak. Érted? Mert állandóan megy a sutyi meg az utca, meg a mit tudom én, meg Jó. a faszom. Tudod, meg a szórakozó helyen, meg a, meg a mit tudom én. Ők biztos, hogy közülük van olyan, aki fosik. De most tudod, így ezek a velem egykorú emberek, akik tudod, nem azért járnak, tudod, nem, nem, eljárnak szórakozni csatak készen, meg ilyenek, hanem ők így otthon van. Ki az udvarra, eszi cigit, a szobába. Most te mi a faszomtól fél? Érted, mit mondok? Persze, tehát, persze. Nem, nem tudom, hogy a, tudod, a kicsit a, az ilyen, már már meglévő egzisztenciával rendelkezők, vagy hogy mondjam, uh -huh. hogy őket mi tartja vissza. De, mondom, emellett, emellett, mondom, én sem tartom ezt jó, atlét, meg, meg, nem, meg mondom, engem nem is érint, tehát nem, nem tartom szükségesnek ezt a dolgot, csak ilyenkor elkezdek gondolkodni tudod, ezeken a körülményeken, hogy De... vajon... Igen, viszont a felvetés, hogy, hogy mennyivel jobb vagy rosszabb az alkohol, az nagyon jogos. Hát akárhogy is nézzük. Szerintem egyik se jó értemszerűen. Hossz, na, mértéktelen mennyiségben. De jogos kérdés, hogy akkor miért Én mondom, én a marihuanától függetlenül szívesen belemennék abba a beszélgetésbe, hogy most akkor akkor az alkohol miért is legális. Hogyha! Uh -huh. Ilyen szigorúan a, a, törvény. Hát azért legális az alkohol, ami miatt soha nem lesz szerintem 18 éven aluljáknak tiltott az energiát. A Igen, ez pontosan ez. Ugyanaz a kör. Ugyanaz a kör. Igen. Aki látott már. Itt komoly érdekeltségek vannak. Aki, lát, aki látott már ö, ilyen marihuánás elvonásit, itt most nagy fogyasztókról beszélünk, vigyázzál. Tehát olyan fogyasztókról, amiről nem hitted el, hogy az emberi test képes rá mindkét oldalról, meg alkohol elvonás, itt, mikor egyszer látszik így élőben, hogy mi a különbség a kettő között, szerintem az így alkalmas perspektíva váltásra. Uh -huh. Egyébként. Komolyan. Tehát az, passz meg, az, 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 Jesus. Itt most olyanról beszélek, és itt most azt ne higgyétek, hogy viccelek. Azt ne higgyétek, hogy viccelek. Nem, nagyon a Gamma gt úgy tisztában van mindenki, ugye? Ez nem a Gammának a versenyváltozata, ez nagyon fontos. <laughs> hanem hogy az milyen számok uh, körül normális. Uh -huh. um, egyszer így érintőlegesen beszéltem nektek erről, hogy engem milyen szinten érintett ez a téma um, nem közvetlenül, hanem közvetve, tehát ott amikor valaki 3300-ra veri magárba, az meg hogy no ehhez mit szólsz gec akkor szerintem ezek olyan dolgok, amikről, amikor elgondolkodtak azon, hogy most melyik a rosszabb akkor nem ezekre a szintekre gondoltok uh -huh. de vannak emberek, akik két lábon járnak és produkáltak már ilyen számot na Ezekről beszélünk, hogy amikor ilyen nagyon súlyos dolgokról, hogy ott mi a különbség a kettő között. Mert az az igazság, hogy ugye ott szokott lenni a hatalmas probléma, és azok az elrettentő példák, amikor valaki ilyen végtelenül túlzásba viszi a dolgokat, és hogy ott mi történik. Egyszerűen szörnyű, hogy hogy egyébként maga a ténye, hogy az akkor is mennyire veszélyes. De hát amit mondtál, itt, itt nem lesz ilyen. Mm. szabályozás itthon. Nem, nem hiszem. Ezekkel meg, kapcsolatban. Meg szerintem legalizálás sem, sem lesz. Max, hogyha valamelyik... Amúgy én el tudom képzelni, hogy az idővel lesz. Nézd, tudod te is, hogy minek a kérdés ez. Tehát, hogyha egyszer, egyszer bármelyik eh, politikai ja. párt szükségességét érzi annak, hogy uh, itt valami elképesztő uh, megcsapanás történik a, a szavazói oldalon, akkor ezzel lehet nyerni. Ők az attól függ, mert ez meg, megosztó ez. Megosztó. Tehát, hogyha... Uh, attól függ, melyik párt van. Így van. Attól, attól függ, függ. Hogy ki a célcsoport. Így van. Én annyit tudok mondani, hogy hála Istennek uh, nagyon kevés ember van, aki saját bőrén tapasztalta, és talán egy kicsivel több ember van, aki közvetett tapasztalta azt, hogy a drogoknak... Legyen az könnyű vagy kemény drog, mert ott is van egy nyilván különbség, ö, vagy az alkoholnak ö, milyen, milyen hatásai lehetnek az emberre, és emiatt inkább csak olyan hallomásból, meg mindenből ö, gondolják azt, hogy ez a rosszabb, az a rosszabb, az a rosszabb. Mert, mm -hmm. hogyha megtudod, hogy amúgy hogy néznek ki ezek a dolgok, azokból az osztóak. Én ugyanígy el mondani ezt a Mariánára is. Egyébként, mm -hmm. hogy annak is a nagyon-nagyon sok éves tartós használata nagy mennyiségben, is tud olyat okozni embernél, amit garantálom nektek, hogy most a csetben lévő a fogyasztók nagy része, vagy nem tud, vagy nem hajlandó elfogadni. De ezt, ettől nem, nem lesz, lesz semmi, semmi nem lesz se jobb, se rosszabb, hanem egyszerűen a, a, a túlzás nem jó semmiből. Nem, nem. A túlzás nem jó semmiből. És nem akkor következik be az óriási nagy gebasz, amíg ott vagy a hintába, hanem amikor kijössz. Amikor kijössz belőle. Vagy megpróbálsz kijönni belőle. Az, amikor valaki um, így a, a, a vödör alatt van, mondjuk 15 évig, vagy 20, uh -huh. leheted, egész nap, minden nap, mert úgy érzi jól magát, amikor ezt a kupakot leveszed róla, 15-20 év után, az egész nap után, az egy ilyen, az egy olyan sok, hogy azt nem mindenki bírja ki ez egyik, meg van, aki át kell ugrani néhány akadályt, hogy, hogy kibírja. Az, az, nagyon durva, de ez mindennel így van. Tehát most konkrétan, hogyha egy szobába zárnálak be 15 évre, és nála kiengednélek, akkor sem lenne normális. Az, hogy befolyásolod folyamatosan a, 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 tudatod, meg az agyad egész nap, minden nap, az nem jó dolog. Mindenre azt szokták mondani, hogy ezek a vén faszok, hogy mérték a, 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 lényeg. Én azt gondolom, hogy ezeknek a, tehát az összes ilyen tudatmódosító cuccnak Nyilván vannak, mondom, ennek is fokozatai. A legnagyobb veszélye az, hogy az emberek nem egyformák. És vannak emberek, akik egyszerűen képtelenek erre. Uh -huh. hogy 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 értéket tartsanak. Uh -huh. Vagy, de van, aki rövid távon is képtelen rá. Tehát biztos tudod, hogy a, a, a nagy világszárok is nyilatkoztak már nem egyszer ugye a, alkohol vagy drog problémáról. És ugye, hogy, tehát, hogy binárisan működnek. Tehát vagy nyomják, vagy nem. Uh -huh. Ha valaki mit tud elkezdeni inni, akkor Jesus Christ, van, aki rövid távon sem tud, van, aki meg hosszú távon nem tud mértéket tartani. De is sok sokat, csak úgy gondolom. Úgy. Tudod, de Igen. ez, 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 ilyen. Nem, tehát... úgy, ez tök jó, mert. Egyébként ezt, ezt, mindenki saját magának le is tudja tesztelni. Hogy Ha van olyan dolog, amit minden nap csináltak, vagy minden nap megisztok, vagy minden nap megesztek, és mm. akkor azt mondjátok, hogy nem mondjuk most két napig nem fogom ezt csinálni, vagy három, mm. Akkor, akkor ott kiderül nagyon sok Ki minden. tud derülni, bizony, bizony. Tudjátok, mit javaslok egyébként, hogyha kíváncsiak vagytok erre a témára, mert vannak nagyon, vannak szakemberek, tudjátok, akik beszélnek arról, hogy ne, a figőségnek micsoda hatásai vannak, meg a kurvanyják. Ők tudjátok, általában azért közvetlenül beszélnek erről a dologról, nem közvetlenül, de vannak, akik túl vannak dolgokon. Én az ő véleményüket szoktam egyébként előtérbe helyezni. Biztosan emlékeztek a Jackass-ből uh, steve ja, perc. Egyébként. Ő most már nagyon régóta tiszta, és neki például szerintem nagyon jó uh, beszélgetései vannak erről. Uh -huh. Egyébként, ahol így megosztja így a gyakorlati <laughs> tapasztalatait. pár dolgot á túlélt az ember, inkább úgy mondanám. Fantasztikus dolgokat is, egyébként igen. <laughs> és uh, ő alapvetően el tud, el, el tud beszélgetni az ember, és tök, tök jó egyébként. Na most, most eszembe jutott a múltkor, amit néztünk. Ez az állat abból űzött versenyt, hogy mennyi ideig tud éber maradni, miután beadták neki az altatót. Jó, tudom, hogy ez versenyzett valaki. Rá. Versenyzett, tehát tudjátok, hogy benyomják hülye. az altatásba, benyomják beléd a cuccot, mm. és akkor még egy ideig éber maradsz, hogy visszaszámláltatnak, vagy valami, és akkor utána kidől az ember. Na és ő abból csinált versenyt, hogy mennyi ideig tud éber maradni. Igen, a, na mindegy, a lényeg, a lényeg, amit, amit akartam, hogyha nem akarjátok egyébként ö, ö, megnézni ezeket a videókat, hogy hasonló, ö, az a nagyon klassz, hogy steve is egy olyan arc, aki úgy beszél erről, ő is tisztában van már azzal, mert ugye túl van a sok lépésen, hogy a probléma nem a szesz, mm -hmm. meg nem a drog. Itt van bent a gond, ami miatt te olyan vagy. Érted? És el, ugye a szó. probléma akkor kezdődik el, amikor kiszállsz. Mert ugye tehát ugye arról beszél, Igen. hogy a te problémád, ami a te személyiségedben van, meg a, meg, a, meg a te énednek egy hatalmas problémája, az nem múlik el attól, hogy nem engednek inni. Hanem hogy hogy fogod megoldani azt a gondot, ami miatt érted, hogy miről uh -huh. beszélek. Na mindegy, gondolatébresztő vagy sem. <gül> egyébként <laughs> ettől még ez van. És ez már, így, ez már nincsen e, annyira nagyon messze. Igen. Mint a polcon szaró György, Há! Tegnap beszéltünk Palcon Szaró Györgyről, meg Lágyfaszú Lajosról. Ugye? Lajos? Lágyfaszú László. Köszönöm. Lágyfaszú László és Polcon Szaró György. És ez micsoda, amúgy? Nem tudom. Ezek ilyen ö, régi, ilyen megmaradt nemesi nevek. De ugye tényleg van ilyen? Szerintem igen. Miért ne? Vannak, akire ráragadnak ezek a dolgok most. Én most nem, tu nem tudom hova rakni. Igen. Szóval Na no, mindig ezek csak így fájtak most írta valaki, és jutott eszembe a másik, mert nekünk tegnap a lágyfaszuról után jött a polcon, szóval most meg fordítva. És ez is egy érdekes dolog. Én nem tudom, hogy ezek valaki... Beírod, hogy polc a Google-re, és az első keresés talált a polcon, hogy... Beszarok. Igen. Ki volt polcon Szaró György? Ez egy kubites cikk, ez nem trollaló. Ne búsulj, tutajos. Csúsztatott oda egy cédulát bütyök barátjának, Ladó Gyula Lajosnak, Fekete István 1957-ben megjelent klasszikusában a Tüskevárban. Micsoda? Igen. Tutajos-tutajosként is vonult be több generáció de ezt bizonyára nem bánta, mert soha nem is létezett. De Tutajosnak lenni nem is olyan kínos, nem úgy, mint a szaró györgynek, aki viszont balszerencséjére létezett is, és az utókor is emlékszik rá, és nem is ő az egyetlen, aki Becenéven vonult be a történet nagyjai, vagy kevésbé nagyjai közé. Igen, tehát erre gondolok, hogy ez ilyen maradványnév, hát hogy így nevezték. Ez egy niknév, egy, egy gúnynév igazából, Igen. ami rajta ragadt, és így vonult be. Georgius polcanszaró. Bizony. Bizony. Volt kékfogú és vajpéniszű is. Csak mondom. Nem vicc, komolyan. Van olyan is, hogy káposzta ivajlóitól nyálas Alfonsz. Például. Na mindegy, de ezek érdekes nevek. Azt mondja a magyar nyelvőr 1975. január-márciusi számának szómagyarázataiban arra felhívják a figyelmet, hogy maga a ragadványnév ragadványnév. Ez nem jutott eszembe. Egyrészt azt, hogy a 15. században a WC ülőke Magyarországon elég nagy újdonságnak számított, hogy róla nevezzenek el valakit, másrészt azt, hogy a György világlátott ember lehetett, aki nem az ujjában szopta ezt a forradalmi ötletet, vagy csak nem szeretett kutyamódra gugolni, mint az ókonzervatív szittyák. Oh. Arról, hogy ez a bizonyos polc miért jelenthetett a újdonságot, és meddig lehetett várni arra, hogy túl lehessen lépni rajta, akár szétségi korábban, a cikló először zselárul. Aha! Tehát a polc az az ülőke. az az ülőke. Tehát mindannyian polcon szarók vagyunk. Így van. Tehát, hogy az volt, hogy mindenki Most google ez nyomta, vagy kapaszkodott a balószárba, Aha. és úgy ö, trottyolt. És a polc volt ez a nyugatról hozott ülőke, ami a wc rajta volt, hogy arra ült el rá, nem értitek? És ez... tehát, tehát megint kigúnyoltak egy embert, aki változást hozott. Pontosan így van. Nézzétek meg. Tehát polcon szaró György az ég egy a sembe nem különbözik Kovács Györgytől. Így van. Pontosan így van. Hát beszarás komolyan. Nézzétek meg, amikor az ember valami változást hoz, revolúciót. Így van. Tehát nem a gödör fölé gugolva kuláztál már, hanem ugye a pottyantós WC, ami ténylegesen egy fapolc. És ő volt a polcon szaró. És ő volt a polcon A kurva életbe. Ne, 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 ne angol WC-t el. Pottyantóst. Ezen túl nem ülök le. De Lég most érted, az. tehát kevesebben voltak. Jaj, nézed már, hogy urizál a köcsög? Ő nem Google bassza meg, és elkezdték szopatni, hogy polcon hogy Gyurika, bazzeg, nézzed Nézed Igen, meg, nem meleg ezzel nem gúnyolták. A... Uh -huh. Akkor ilyen a BMW-s geci? BMW-s az milyen? Ha nem? Hm? Nem, mert utána nem vesz mindenki BMW-t. Vagy az volt a gond, hogy a budin azért indexálsz? Ha most nem tudhatod, neked kanyarodik? ha kanyarodna, lehet indexálni? Lehet. Igen, ez gyakorlatilag offline bullying, ami, hát gyakorlatilag, ami kegyetlen régóta fennmaradt, és nem tudja lemosni magáról csórikán még úgyse, hogy már rég meghalt. 1429-ben említették először Georgius polcon néven. A kis polcon Igen. És mi volt még lányfaszú? Igen, az is volt, de ez nyilvánvaló. Tehát az, azt az az kitalálni, hogy ott mi történt. Igen, egy gondolom, volt -e mint gondolom, mint földes urak, ez erről, erről. Tehát, tudjátok, tehát, gondolom földes úrként ugye az a szokás még meg volt akkor, hogy ugye hát a feleségedet azért a földes úr mindig felpróbálta, hogy oké, okay, se tudod. Van föld? meg hasonló, úgyhogy hamar kiderült, hogyha a földes nem tudja piszkálni, mert hát ugye, ugye a kötéllel csak húzni lehet, tolni nem, úgyhogy ez gondolom így ráragadt ez a név, de az a lényeg, hogy valóban kortársaival ellentétben nem elégedett meg a két fölbevert karóval, amiben kapaszkodni lehetett, ha rájött a szükség. Ennyi. Igen. Ma is tanultunk valami fontos dolgot. Igen, de csak mondom nektek egyébként, hogy ugye a BMN, az egy hatalmas kultúra, ugye, mert keménynek kell lenni, mert ha nem vagy kemény, akkor egy köcsög vagy. A szitják is ezt hallották, és a két karó, uh -huh. bakapaszkodva, a gödör fölé gugolva, már az is egy luxusnak számított. A karó? Igen, mert a földbeszúrt láncjával kellett szarni, mert úgy volt a kemény. Arról hatt életbe. Itt írja, hogy a szítja még azt is szivatta. Mi van, két karó? ha? Jó, megy, köcsög. Mit szólsz hozzá? Akkor mi kemény lehet, -e, amikor elmegyek Budira, és így fogtál egy lángzsát, érted? Leszúrtad azt ott, ahol voltál, így valsak félkézzel kapaszkodtál, fél kézzel mint Jason Momoa! Hogy persze! Vá, a hajra, azt. Na, az. Na biztos is, hogy nem ültek fél óráig a Budin. Úgy voltál szitja, hát mert nem bírta öcsém. De voltak igen. Hát mondjuk volt, aki megtartotta a hangból, meg kéz, Olyan akarja volt, mint kegmájörneget. Hát biztos Érted? is. A mi kellett ahhoz? Jöttél, Meg ilyen, ilyen eres akarra jött, ez most nem az volt, mint akkor. Te is ezt az új gépet használod? Nem, jó, te sokat szokták kulázni. a jó. Na, lehetséges, hogy, hogy, hogy ha itt vannak gondok az állóképességgel, csak ennyi kéne. Uh -huh. Felejtsük el ezt a mostani Budit. Uh -huh. Mindenki google uh -huh. Tartja magát. Kinyomja. <tart> 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 és kész. Különböző oklevelekben egyébként ö, ö, találtak ö, leírva ö, maradvány neveket. Balfasz Pál és Vassegű Péter Ö, példákat is említenek ezek az oklevelek. A baj azt értem, a Vassegű az már... Ez, ez, igaz egyébként, hogy a, a, lányok mai napig ezt csinálják a vécén. Ők meg, megtartották ezt a szokást. Micsoda? Hát nem ülnek le, szerinted leülnek? Jaj, mert hogy ilyen nyilvános, nyilvános vécében. Miért leülsz? Jó, nem ülsz Hát nem ül, persze, hogy nem. És akkor, hogy repülsz? <laughs> hát nem, az, az, azt el kell intézni. Tehát ezt elő kell készíteni a terepet. Jaj, te így fel, te te te, te hát biztos megterítesz. Ami biztos, biztos, ami biztos. Te így megterítelő. Hát, hogyha nagyon kell, ha szükség, Jó, nyilván, úgy. nyilván, én megértelek. Ez, ez ilyen. Én megértem. De én ezt megértem. Kérdés, nem ha szívesen én, már ennél a témánál tartunk, és tudom, hogy nagyon szeretitek, javaslom ezt egyébként, hogy ajánljátok a műsort másnak is, köszönöm, a, hogy akkor mit csinálsz, tehát ugye, és ez természetes dolog, ez nem ciki, hogy nyilván félsz azoktól a baktériumoktól, Hogyne? amik ugye ráragadtak a seggedre, ugye ez egy fertőzés veszély egyébként, tehát egy valós dolog, hm. ki tudja, kiült rajta. Hát igen, igen. Ki, az az ember, aki seggel ráül a WC-re, azután én nem örök rá, stb. Ezek így mennek. Tehát nyilvánvalóan van benned egy ilyen dolog, ami téged taszít ettől, hogy tesz. te arra ráülj, ami tök normális. És mondjuk megterjedted a WC-t. Na most kérdezem én, mit csinálsz akkor, és itt most a következményre vagyok kíváncsi, vagy ami az agyadba le, Igen. lejátszódik, hogyha te így megteríted ezt a WC-t, ugye magadnak, mint egy körbe pakolod papírral, meg minden, hogy nyilvános WC, kell vagy ilyenek. Ráülsz, érted, hogy yes, meg minden, és már nem az ülőkén, hanem a WC-n belül, mondjuk hozzáér a pöcköd a keremjához. Azt attól rosszabb érzés a világon nincs. Biztons. De hogy így? Tehát, hogyha tudod. Tehát, Tudom, hogyha te, te sajnos eleve, Tehát feltételez már így? Szerintem? Feltételezi azt, hogy megterítesz. Á. Hogy ugye ettől iszonyodsz te. Hát, de basszus, akkor a világból kifutnék. Uh -huh. Amúgy, Az olyan érzés, uh -huh. pont. Uh -huh. Fú, az nagyon. De most, most is rá gondoltam, Ernőse Ugye Az nagyon-nagyon az, az az rossz basszus. Te az ő jött? Hú, ott, ott, van baj. Hogy az, az kellemetlen, nem? Akkor mindig hamarabb el kell jutni valami, valahova. Valahova. Hogy megborult. Most... Jani, az meg utána, hogy el a csapba. <laughs> amúgy szíves, hogy azt csinálnám. De amúgy az, fú, az nagyon jó. Ja. Igen, igen, igen. Van, aki kipárnázza ott is. Okos, okos. Na, az mondjuk 200 IQ. Igen. Poseidon csókáról nem beszélünk. Hú, azt, azt tudjuk, azt hogy micsoda. Ezekről már beszéltünk. Igen. Hú, de nem, fú, most ez rossz élményeket hozott elő. nagyon sok minden eszembe jutott most, de van ami, nem tudom. Én nem gondolom azt, hogy nekem vannak határai, így a reggeli műsorokban ebben a témakörben, de mesterségesen alkotnunk kell ilyen határokat, amiket nem lépünk át. Mm. Igen. De, de ott az amúgy, tehát a lányok biztosan megőrizték ezt a szokást, tehát ők Persze. tartják magukat. Hát igen, gondolom. Még az nem egyszerű. Hát nem. Na mindegy. Ott azért kell ott mutatványoskodni, főleg a szűk, uh -huh. mint a WC. A WC. Ha arra gondoltam, hogy a bécé. igen, tudom. Én nem tudom, mi volt ilyen nagyon furcsa. Először aztán rájöttem, hogy király. Valami, nem tudom, tehát valamilyen építkezési oka van, vagy oka volt. Az egyik haveromnál olyan volt a budi meg. Mondom, gondolom, hogy valamilyen, vagy nem tudom, statikai vagy csövek mentek, nem tudom. Olyan volt a budi, több ház, vagy társas ház, nem tudom, ilyen 15 évvel ezelőtt körülbelül, hogy így bementél a mosdóba, uh -huh. azt utálom, a budira, ahol van több dolog is, tehát ez nem egy önálló budi volt, hanem volt kár, meg mindenféle dolog. És a WC az így a bal hátsó sarokban volt, egy emelvényen. De láttam uh -huh. olyat? Emelvény. Tehát kettő lépcső. Na, igen, láttam. Kettő lépcső vezetett láttam, fel. Láttam, láttam, láttam. volt fel. most volt valami, ami miatt ez volt, de egy ilyen emelvényen. El. Volt, volt, Először ilyen volt. borzasztó kellemetlen volt, tudod, hogy felmentem. De amúgy jó érzés. Feléptem kettőt, hogy mondom, ó, meg most miért itt fent, meg itt a budin, majd egy győz, hogy. Ha, nem is, rossz, nem is rossz, nem is rossz. Nekem ez a dolog, hogy milyen érdekes, Igen. Hogy mindenki ott lent van. És már elkezdesz gondolkozni azon, hogy menjenek rosszlánba, jönne valaki, és így de hogy takarodj ki. Hát <laughs> <laughs> nem tudom. Az az igazi trón. Nagyon menő volt. Az nagyon menő volt. Még nem tudom, mennyire vicces. De engem meglepett a páli fordulat. Egyébként, hogy így, hm, milyen érdekes. Elhiszem, én, én, is ültem ellen, teljesen Te láttad már azokat a vécéket, ket amin, aminek ki, tudod, ilyen szokták mutatni, aminek ilyen töküveg az eleje, hogy így kilátsz. Ne, ö, láttam már öt e képen, te, nem voltam. Te, még te tudod, hogy, a, hogy annak okán van ez így, hogy annyira magasan vagy, hogy úgyse látnak. Igen, igen, igen. És így... Jó, az, és így... Wow. Hát, kipróbálnám. Még nekem sem volt abban részem. De az biztos, hogy állat. Azt gondolkozom, hogy lehet, hogy mégiscsak voltam ilyen budin. Á, nem tudom. Amilyen nagyon magasan volt. De hol volt? Nem, nem, nem. Biztos nem. Nem, uh -huh. nem voltam. Öh. Hogy valami rémlik, most viccen kívül tényleg, hogy valami magas budiban voltam, de nem. Vannak mostok vagy wc amiknél... Tehát például úgy képzeljétek el, ez például Laosban van. Ez egy kiemelt turisztikai helye a WC Na, ez u -u -u. Igen, tehát hogy ezt már is mutatom nektek, tehát így képzeljétek el. Na ez hogy kurva így. jó. Ráadásul nyitott. Tehát és az... van kapaszkodó. Hát hogy ne lenne? Hát Jani ez, nem szükséges. Na ide szívesen el. Ez nem szükséges dolog, hanem visszaemlékezés a láncsára. Igen. Na tehát hogy, van egy view. Bármikor elmennék ide. De oda nézd, de a csém az, ez view. Igen. Szerintem ez valami egészen elképesztő Ez kurva jó. De most komolyan, Illúzió romboló az a csempe de, egyébként nagyon jó. Jó, van már, bazd meg! Laoszba, hegységre nézve, nyomod a izét, azt a meg, hát amúgy majdnem jó, csak a csempe nem tetszik. Á, vannak emberek. Vannak emberek, még nem jó semmi. De jó, ez, ez a budi, ez menő. Igen. De tudod, hogy mi a vicces egyébként? Most a prűd emberekről beszélek ilyenkor, mikor erre térek ki, hogy miért van az, kérlek szépen, hogy ez Uh, például, um, Na. már is mutatom neked, hogy ez például egy sokkal elfogadhatóbb dolog. Ez az. Hm? Ugye ez király. Úristen, de kurva amúgy ez tutira eléje amúgy ott. Ez biztos, hogy eléje. Igen. Hát ez tuti. Ez százszerzék. Na most ez miért van rendben? Jaj, mert élvezem a isét a kárba, a kilátást, meg mit talán, De az rendben van. De, de az felháborít, hogy a WC-be egy kilátás van. A WC-be? Hát mondom, valaki hát nem de most nem lett egy budi? Micsoda? Simán lehetne ott egy budi. Azért elfogadhatom, mert van üveg? ne, 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 ne nem, nem az üveg. Tehát az üveg az lényegtelen. Az, hogy mit látsz, az a lényeg. Szerintem itt egy budi is lehet, mert hát senki nem lát. Szerintem van. Lehet, lehet, hogy van. Nagy hiba lenne, ha nem lenne. Hát ez sima ügy, nekem ez simán átmegy. Viszont én ezt nem bírom, hogy, hogy, hogy izé van, hogy laminált van a, a, a kár mellett, én ezt nem szeretem. Lamin ja, aha. De nem lehet, hogy ilyen fahatású csempe? Ez amerikai cucciani. Jó, tehát itt valami nagyon gazdag milliárdosnak, úgy csinálták ezt meg. hogy itt két milliméter van? Itt egy centi. Itt is egy centi? Itt megint pár milliméter. Ez bazd meg? Nem, nem, nem. Tehát ez akkor jön össze. De az csempe, amúgy. Látod, ott vannak az illesztések. Mi a fasz van el, ami nincs illesztése. De ott is van, de szerintem ez csempe. Ez pont azért nem csempe, mert ilyen születek vannak, baszod. Lehet, hogy csempe, nem tudom. Van szóval. faltás, de, 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 ez nekem nagyon tetszik, az ilyen fürdőszoba. Ö? Nagyon menő. Itt is lehetne nyomatni ilyeneket. Vinyl padlóval az lehet? Mi? Nem tudom, mit lehet Debrecen? Tócos kerte. Hát, na, az a baj, hogy, 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 nagyon ki kell menni a város szélére, hogy, hogy ilyen legyen, hogy ne legyen ott egy szomszéd. Szerintem nem. Szerintem egy vízvezetékszerelő kell csak hozzá. Ott van a nagy állomáson a 20 emeletes, és 22? Igen? Mennyi az? Ott. Meghozzad egy felső lakást, szólsz a vizet, szerintem elkérnek a újra. Ja, ott annyi. Hát nem lát senki. Persze, ott nem van. Nem lát senki. Meg az, hogy alatt jönnek cigizni. Akkor se lát. Nem lát. Hallani hallanak. Lehet, hogy hall. De gondolj bele, egész város itt van. New York. Gondolj bele. Néha nekem a tizediken is ilyen érzésem Úgy se lát senki. Pont ez jutott. Rohangál a otthon. De pont ez jutott eszembe egyébként, hogy mennyire durva az, hogy ugye ki tudja, hogy hányan csinálják ezt egyébként a veletes házakba, de a, nem, a next level, a final level gyakorlatilag jelenleg, az az, aki a nemzetközi űrállomáson potyant. Na az. Mindenki látja? Legalábbis nagyon sok mindenki. Ő meg ott jó, hogy huh Jó, nem merem úgy. Nem úgy, nem úgy jó, hogy huh hú, mert az körülményes, de most nem ez a lényeg. Na, amúgy ott nagyon körül körülményes az űrállomáson ez az egész dolog. Nagyon kényes. Bár azt mondják, hogy vannak szituációk, amikor nem, mert ugye amikor űrsétán vagy, akkor például csak így... Ja, igen, igen. Így és így tudod, de gondolj bár, hogy, tudod, vannak azok, láthatok már olyan videókat, amikor mutatnak egy futót, hogy így nagyon fut, tudod, hallgatja a zenét, megy alatta, tudod, a dinamikus zene, és te megmutatják zene nélkül, hogy... Tudod, hogy hogy szaladni, mert, hogy ő nem hallja meg ilyenek. Gondoltuk bele, hogy látjátok, tudjátok, a tán, 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 és akkor mennek így az asztalomták, így az űrbe levegek, vagy úristen, micsoda űrsét, vagy ilyenek, és akkor tudod, náza bevágja a valós hangot, hogy... Ahogy hogy Ahogy rotyogtatnak, ott az repkednek. Ha valaki esetleg uh, még mindig úgy gondolja, hogy ott rejtve magában egy kérdés az, uh, hogy mi miért nem hírműsor vagyunk, és miért nem készülünk fel a hírekből, stb. Mert nem érdekel. Ezek a jó témák. De nagyon aktuálisak voltunk pedig ma. Hát most hogy lehet még aktuálisabb annál, mint mindenki minden Tehát... Teljesen jó volt. Igen, ez nagyon sok embert érint. Hát ez pontosan így van. Az űrbe senki se hallja az. Istenem. Nagy, nagy igazság vannak itt. Jó. 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 Köszi. Menetrendet kövessétek. Így van. Um, Lesz ma minden is, délutáni stream és esti stream is. Te jó, te jó ég. Te jó ég. Nézzétek a menetrendet. Kövessétek, abból lehet tájékozódni, megismerni, és um, akkor álljatok, hogy mikor milyen stream van. Jövök majd um, délután. Így van. Vissza, legyen szép napotok. Szép napot, sziasztok. Szevaszt.